arra, hogy végre egyszer és mindenkorra kimondjuk azt, hogyha egy céget, akár környezetvédelmi bírság, természetvédelmi bírság, de akár egy versenyhivatali bírság, tehát egy kartel tényállásban elmarasztalás ér, akkor nem lehet azt a játékot eljátszani, hogy mímelnek egy szétválást, majd a tulajdonképpeni cég immáron tisztán megy tovább, és a GT hatályos szabályaival élve, pontosabban visszaélve, kreálnak egy fal céget, amelyik a sarat viszi tovább. Ezt a kiskaput be kéne zárni, ezzel nagy mértékben meg lehetne tisztítani a gazdasági életet is a manipuláló erőfölényükkel visszaélő, a zavarosban halászó kis, de főképpen nagyobb vállalkozásoktól, ami vámszedői, amik az elmúlt években is vámszedői voltak a gazdasági szabályozás egyenetlenségeinek. Azt várnánk, hogy a kormány végre erélyesen hadat üzen a korrupciónak, a különböző tisztátalan gazdasági cselekményeknek, és bezárja az ilyen jellegű kiskapukat. Erre egyébként az LMP javaslatot fog a ház elé terjeszteni, csak sajnáljuk, hogy a társasági törvényhez, hogyha hozzányúl az új kormány, akkor nem rögtön az ilyen jellegű kiskapuknak a bezárásával kezdi. Ami mindenképpen az első számú pozitívum a törvényjavaslatban, az az, hogyha kicsit hazabeszélni akarok, akkor azt is mondhatnám, hogy a kormány teljesítette az LMP-nek egy parlamenten kívüli követelését, nevezetesen tavaly novemberben az akkori országgyűlés meglehetősen érthetetlen és felháborító módon törölte a cégtörvényből annak a lehetőségét, hogy megismerjük a különböző tulajdonosok, vezető tisztségviselők lakhelyét. Ezt most ez a törvényjavaslat helyre kívánja állítani. De lássunk világosan, hogy miről van szó. Az akkori előterjesztés a Bajnai kormány idején adatvédelmi szempontokkal operált. Jól lehet a megelőző 18-20 évben, mondjuk azt, hogy 18 évben, hiszen az adatvédelmi törvény megszületését követően sem alkotmánybíróság, sem adatvédelmi biztos adatvédelmi szempontból ezzel kapcsolatban agályt nem talált. Ugyanakkor, ha nem megismerhető egy-egy tulajdonosnak a lakhelye, ez például az oknyomozó újságírás nagy mértékben akadályozza. Ez valakiknek jó volt, akik a zavarosban kívántak halászni, hogy ezt az információt el lehet titkolni, innentől kezdve szabadon lehet mutyizni, szabadon lehet részesedéseket kivinni offshore cégekbe, hiszen nem kell, hogy valakinek annyira nagyon ritka neve legyen, egy picit is köznapibb névvel igen könnyen meg lehet téveszteni azokat, akik mondjuk mögé kívánnak nézni bizonyos összefonódásoknak. Egész egyszerűen ebben az esetben a közérdek, a nyilvánosság, az információszabadság érdeke az, hogy tiszta, átlátható viszonyok működjenek a gazdaságban, tiszták és átláthatóak legyenek a közszféra és a magánszféra kapcsolódásai, bizony fölülírnak más megfontolásokat. Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk azt, hogy milyen nem kívánatos összefonódások vannak magáncégek és a közszféra között, kell a személynévnél egyel több információ ahhoz, hogy ezeket a gazdasági szereplőket például az oknyomozó újságírás be tudja azonosítani. Éppen ezért ezt a változtatást, ezt a módosítást mindenképpen üdvözöljük. Természetesen pozitív előrelépés az is, amit az egyébként ingyenes adatlekéréssel kapcsolatban itt változtatni kíván a kormányzat, de szeretnénk megjegyezni, hogy nem igazán értjük, hogy miért csak a bejegyzett vagy törölt adatokat lehet ingyenesen lekérni, milyen akadálya van annak, hogyha valaki elektronikusan kíván lekérni, és hangsúlyozom, nem a hiteles cégiratokról beszélek, elektronikusan kíván lekérni, elektronikusan benyújtott okiratot, ezeket miért nem lehet megszerezni szintén ingyenesen, vagy esetleg egy minimális költségtérítés ellenében. Megint csak arról van szó, hogy a közhitelű nyilvántartások alapesetben számomra, a mi értelmezésünkben közjószágok, ha úgy tetszik, tehát abba az irányba kéne elmozdulni a jogalkotásnak, hogy nem csak a joghoz, de a közhitelű nyilvántartásokhoz való hozzáférésben is az egyenlőséget, az esélyegyenlőséget próbáljuk meg megteremteni. Tehát, hogyha nincsen
olyan hatalmas költségigénye egy-egy másolat elkészítésének, tehát elektronikus adat továbbításról van szó, akkor nem igazán látja az LMP annak az okát, hogy miért nem lehet tovább lépni, miért nem lehet az elektronikusan benyújtott okiratokat egyszerű elektronikus másolatban ingyenesen továbbítani. Természetesen ettől egészen különbözik az az eset, amikor hiteles másolati, közokirati formában kér valaki valamilyen információt. Itt megvannak azok a gazdasági, illetve egész egyszerűen igazgatás használati érdekek, amik természetesen indokolják a díjfizetési kötelezettséget. De ha már itt az elektronikus adattovábbításról beszélünk, közbevetőleg megjegyzem, hogy talán arra is lehetne most már itt pár év eltelte után a tárcának figyelmet fordítania, hogy miután itt megszületik a nemzeti adatvagyonról szóló törvény, nem lehetne azon is gondolkodni a kormányzatnak, hogy a közhitelű nyilvántartások vezetésében, a közhitelű nyilvántartások elektronikus adattovábbításában mennyiben van helyük különböző magáncégeknek. Tehát, hogyha logikusan végigvisszük azt a vonalat, amiért a ház támogatta a nemzeti adatvagyonról szóló törvényjavaslatot, akkor rögtön fölmerülnek kérdések azzal kapcsolatban is, hogy akár a cég, akár az iparjogvédelmi, akár az ingatlan nyilvántartásnál az ilyen közhitelű adatok elektronikus továbbításában mennyiben van helyük különböző magáncégeknek. Ami apróbb és inkább technikai, kritikai észrevétel, az a negyedik szakasszal kapcsolatos, hogy egész egyszerűen nem látjuk az értelmét annak, hogy a létesítő okirat és a létesítő okirat módosításának a cégközlönyben való közzététételét kívánja a törvényjavaslat előírni. Kötelező egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot a változás bejegyzéskor előterjeszteni, tehát valószínűleg praktikusabb lenne nem a létesítő okirat vagy a létesítő okirat módosítás elektronikus vagy létesítő okirat módosítás cégközlönyben való közzétételét előírni, hanem az egységes szerkezetbe foglalt és nyilván a változásokat külön jelzett, külön feltüntetett okirat benyújtását kéne, cégközlönyben való közzétételét kellene elvárni. Azt gondolom, hogy ez lenne egy praktikus megoldás, önmagában a módosításnak a cégközlönyben való közzététele kevéssé igazítja el például a hitelezőket, vagy például az oknyomozó újságírókat. Tehát, amíg van és helyesen van az a kötelezettség a változásbejegyzési eljárásoknál, hogy egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot nyújtsanak be, addig az a logikus megoldás álláspontom szerint, hogy a cégközlönybe akkor ennek a közzétételét írja elő a jogszabály. És még egy problémánk van ezzel az előterjesztéssel, hogy aggályokat vet fel hitelező védelmi szempontból, hogy a szétváló, tehát a 8. illetve a 9. paragrafusban a szétváló részvénytársaságoknál, illetve a tőkeegyesítő társaságoknál a szétválási egyesülési szerződés tervezetének a vezető tisztségviselők beszámolójának, illetve a könyvvizsgálói álláspont megküldése alól felmentést enged, amennyiben a cég ezt a honlapján közzéteszi. Ma nincs olyan rendszer, ezt meg lehet adott esetben teremteni, ha van ilyen szándék, de ma nincs olyan rendszer, hogy a hitelezői kör, és adott esetben eléggé bizonytalan kontúrú hitelezői kör számára nyilvánvaló lenne az, hogy melyik az a honlap, vagy mely honlapok azok, amit adott esetben keresni kell. Korrigálom is előbbi mondatomat, nem is biztos, hogy létezik olyan megfelelő jogi eszköz, amivel itt ezt a bizonytalanságot föl tudnánk oldani. Tehát álláspontom szerint rendkívül kockázatos a 8.-9. szakaszban ezek alól a kötelezettségek alól felmentést adni. Ilyen esetekben mind a vezető tisztségviselői beszámoló, mind a könyvvizsgálói álláspont, mind a szerződés tervezetek nagyon fontos információt jelenthetnek, főleg akkor, hogyha valaki szürke zónában kíván utazni a hitelezők számára. Éppen ezért hitelező védelmi szempontból rendkívül aggályosnak tartjuk a 8.-9. paragrafusoknak ezt a felmentő lehetőségét. Köszönöm szépen!
Következik Varga László képviselő úr, MSZP, ugyancsak 15 perces idő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Schiffer képviselőtársamhoz abban mindenképpen csatlakoznék, hogy valóban szerencsésebbek az átfogó módosítások minden tekintetben. Mondjuk ebben az esetben talán örülhetünk annak, hogy legalább kormány előterjesztésre került elénk ez az anyag, és így vélhetően a köröztetés kapcsán az államigazgatásban mégiscsak a megfelelő szakmai munka megtörtént. Egyébként nyilván így van, hiszen alapvetően és többségében pozitív a véleményünk az előterjesztésről, amely most nem bocsátkoznék ismétlésekbe, inkább azokat említeném meg itt, hiszen a négy frakció rajtunk kívül már elmondta a véleményét, azokat a kérdéseket említeném meg, amikben talán eltérő az álláspontunk, vagy más, mint az önöké. Ugye egyrészt a természetes személyek lakóhely adatának megismerésével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz a előterjesztésük, illetve a cégeljárásnak a teljes körű elektronizációjának a megvalósításának az igénye van benne, ez persze nem maradéktanul valósul meg szerintünk. Először talán a elektronizációról egy pár gondolatot. Itt a másodfokú eljárás elektronizációjáról is rendelkezik a javaslat, amely nyilvánvalóan örvendetes. Azért hagyd mondassék el, hogy nyilván az előző kormány idején elindult munkának a folytatása, és mindenképpen egy komoly adminisztrációs tehercsökkenés, amely örvendetes ebben a tekintetben. Hivatkoznak jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésére is a indokolásban, például az Egyesülő Részvénytársaságok tekintetében több ponton, nyilvánvalóan a jogharmonizációs kötelezettsége tekintetében is hát támogatás kaphat az indítvány. A csődeljárási kérelmek elektronikus benyújtásával kapcsolatban azonban a hatályba lépést eltolja egy fél évvel a javaslat. Hát ez szerintünk nem szerencsés, ezt el kell, hogy mondjuk, és mivel azért úgy gondoljuk, hogy volt elég idő felkészülni erre a helyzetre, szerintünk szerencsésebb lett volna, hogyha 2011. január 1-én ez is működhetett volna, azért mégiscsak több mint fél éve kormányoznak, talán lehetett volna erre egy picit több időt szánni. A természetes személyek lakói adatának a korlátozás nélküli megismerése tekintetében nyilván ez egy nagyon érzékeny kérdés, nem cégjoggal kapcsolatos, de folytattunk már le lakóhely adatok kapcsán, amelyek személyes adatok azért mégiscsak, vitát a ház előtt, például a népszámlálással kapcsolatban. Nyilván ez egy teljesen másik erőterjesztés, ott nem akarom feltétlenül ide kavarni. Inkább csak azt szeretném mondani, hogy a frakciónk álláspontja általában véve az, hogy az ilyen típusú személyes adatoknak a lehető legszélesebb körű védelmet kell biztosítani, kivéve persze, hogyha jogos érdek fűződik ahhoz, vagy valakinek személyes egyéb vagy gazdasági érdeke, hogy ezt megismerje. Nyilvánvalóan senki nem gondolja azt, hogy védeni kéne hát mondjuk a zavarosban halászókat ebbe a tekintetbe, vagy a cégjogi szabályokkal visszaélőket. Azt azonban mindenképpen el kell mondanunk, hogy megszűnnek az eddigi védelmi rendelkezések ebben a tekintetben. Ugyanakkor nem lép hatályba az a rendelkezés, amely 2011. január 1-től a lakóhely adat igénylése esetén az adatot a személyadat és lakcím nyilvántartásban ellenőrizni kellett volna. Na most ebből az a következtetés azért mégiscsak levonható, nem kell hozzá túl komoly képzelőerő, hogy akkor a kettőt egybevetve arra nincsen kötelező és garanciális szabály, hogy az egyébként feltétlen nyilvános adat az meg biztosan valós legyen. Ez szerintünk nem szerencsés, lehet, hogy ez egy elég absztrakt elképzelés, minden esetre erre szerintünk a javaslat lehetőséget ad ezután, és ez semmiképpen nem jó ebben a tekintetben, legalábbis mindenképpen a tisztázása, talán még a ház előtt van ez a javaslat, nyilván addig a tárgyalása és a tisztázása megtörténhet. Az is igaz persze, hogy az adminisztratív terhek csökkentése az elsődleges lényege talán ennek, hiszen elég komoly adminisztratív terhet ott a cégbíróságokra az, hogy hát ezeket a személyes adatvédelmét biztosító kérdések kapcsán ugye eljárjon. Ez is érthető, ugyanakkor nem biztos, hogy mindenek előtt ennek kellett volna kizárólag megfelelni. Adódik még egy kérdés általában az egész indítvánnyal kapcsolatban, ez egy nagyon gyakori kérdés indítványok kapcsán, hogy honnan lesz pénz, mert nyilván ez az egész pénzbe kerül. A következő évi költségvetés nézve hát nem egyszerű a kérdés.
mert hogy ugyanakkor nyilván az elektronizáció, mint folyamat az üdvözlendő, és ezt a folyamatot el is kezdte az előző kormány, ez egy folyamatnak a folytatása szerintünk, ugyanakkor mindenképpen kérdés a pénzügyi fedezet kérdése, itt már jövőre komoly terhek vannak ebben a tekintetben az államigazgatáson. Összességében véve, még egyszer mondom, többségében pozitív és előre mutató kérdésekről lehet ebben a tekintetben beszámolni, azonban vannak bennünk kérdések, és a kérdéseink miatt egyelőre a tartózkodás az álláspontunk, de nyilván változhat ez még a későbbiekben, hiszen módosító indítványokat is elfogadhat a tisztelt ház. Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkező képviselőt, kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni, ha nem, akkor megkérdezem. Bocsánat, rögtön ketten is. Siffer András képviselő úr, 2 perces. Köszönöm szépen, csak elnézést, elnök úr, csak itt röviden szeretnék Varga László képviselőtársamnak egy megjegyzésre reagálni, ami az adatvédelmi szempontokat illeti. Az első cégtörvény az a 89-es CTVR volt, ami tartalmazta kötelező kellékként a lakcím adatoknak a közlését. A következő cégtörvény az a 97 évi 155-ös törvény volt, ha jól emlékszem. Mind a kettő az önök kormányzása alatt született. Sem annak idején Németh Miklós, sem Horn Gyula kormányzása alatt nem merültek föl ezzel kapcsolatban adatvédelmi aggályok, és egyébként ombudsman sem jelezte azt, hogy itt egyébként túlsúlyban lennének az információs önrendelkezési jogot sértő szempontok. Azzal együtt mondom ezt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ilyen esetekben is természetesen egy alapvető jog, az információs önrendelkezési jog csorbát szenved. De minden ilyen esetben mérlegre kell tenni azt, hogy a konkuráló jogok és érdekek között mi mennyire esik alatba. Feltételezem, hogy mind 1988-ban, mind 1997-ben ezt a jogalkotó mérlegre tette. Ehhez képest sokkal bonyolultabb gazdasági viszonyok alakultak ki a 2000-es évek végére, sokkal még fontosabb lett az a közérdek, amelyik azt kívánja meg, hogy a magánszféra, a magánvállalkozások és a közszféra találkozásait világosan földerítsük. Ehhez képest minősítettem úgy, hogy teljesen érthetetlen volt az a hirtelen aggodalom az akkori szocialista kormányzat részéről az adatvédelmi szempontok tekintetében. Jól lehet, természetesen tudatában kell lennünk annak, hogy nyilvánvalóan itt kímélő módon kell eljárni, hiszen egy alapvető jogot korlátozunk. Ugyancsak 2 perces hozzászólás, Lampert Mónika képviselőasszony, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem hiszem, hogy Varga László képviselőtársam rászorul arra, hogy megvédjem őt, de mégis kell néhány magyarázó mondatot elmondani, hogy amit az utolsó mondata kiváló végszó volt Siffer képviselő úrnak, aki azt mondta, hogy kíméletesen kell eljárni. Igen, erről beszélt Varga László képviselőtársam is, és itt egy kívánatos egyensúlyt kellene valamilyen módon előállítani, ugyanis abban az elvben, amit ön mondott, hogy a védendő értéket kell nézni, abban szerintem mi egyetértünk. És pontosan azért tartjuk kívánatosnak, hogy ne ilyen iszonyú tempóban hajtsák át a törvényeket a parlamenten, hogy ezeket lehessen mérlegelni, hogy legyen tisztességgel idő arra egy bizottsági ülés előtt, egy alkotmányi bizottsági ülés előtt, hogy ezt megmérjük. Annál is inkább, mert ön hivatkozott arra, hogy a német kormány és a Horn kormány milyen jogi szabályozást tett ide az asztalra. De szeretném fölhívni a figyelmét, hogy itt egy fiatal ember ül, Varga László, és sem nem Németh Miklós, sem nem Horn Gyula, és azt, hogy jól lett mind a kettőjüket tisztelem, de hát természetes dolog az, hogy ahogyan változnak a körülmények, úgy természetesen változhat egy politikusnak vagy egy pártnak az álláspontja, és én azt gondolom, hogy nekünk is van ahhoz jogunk, Varga László fiatal jogász kollégámnak meg pláne, hogy saját álláspontot és véleményt alakítson ki. Jó szándékkal állunk ehhez a törvényhez, sokkal több pozitív dolgot látunk benne, és támogatandó dolgot, mint kritizálni valót. Ez abból világosan kiderült, amit Varga László képviselőtársam elmondott, és hogyha erre a kíméletes eljárásra, mérlegelésre lesz lehetőség, és lesz esetleg egy olyan módosítás, ami ezt az igényt kielégíti, akkor akár megszavazható ez a törvény a szocialisták által. Köszönöm szépen, elnök úr!
Köszönjük szépen, képviselőasszony. Normál hozzászólás, Bödecs Barna képviselő úr, Jobbik, 15 perces időkeret. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Azért engedjék meg, hogy hozzászólásomban felhívjam a